Már közel két hete megszűnt a karanténintézkedések jogalapja Romániában, így a hatóságok nem kötelezhetik arra a koronavírus fertőzötteket és a gyanús eseteket, hogy betartsák a 14 napos karantént. Ennek következménye az is, hogy a családorvosok nem adhatnak betegszabadságot azoknak, akik kapcsolatba léptek koronavírusos betegekkel és önkéntes karanténba vonultak. Az Alkotmánybíróság döntése nyomán megszűnt a koronavírus járvány megfékezését célzó karanténintézkedések jogalapja, így nem kényszeríthetik a fertőzötteket vagy a fertőzésgyanús állampolgárokat, hogy betartsák a 14 napos karantént. A Szenátus Jogi Bizottsága napok óta vitázik a karanténtörvény elfogadásáról, miközben több módosítást is végeztek már a törvénytervezeten. Arról azonban kevesen tesznek említést, hogy gyakorlatilag a hatósági karantén és a lakhelyi elkülönítés megszűnése magával vonta a betegszabadság hiányát is. Az egészségügyi igazgatóságok nem adhatják ki az igazolást azok részére, akiknek esetében elrendelt az otthoni elszigetelést. Másfelől ez igazolás nélkül a családorvos vagy kezelőorvos nem adhatja ki a betegszabadság papírt. László Attila hozzátette, a jelenlegi helyzet abszurditása az, hogy pont azt a miniszteri határozatot semmisítette meg az Alkotmánybíróság, amely a betegszabadságok kiadásának módját rendezte. Emiatt van az, hogy aki fertőzött vagy fertőzés gyanús és az otthoni karantén mellett dönt, nem kaphat betegszabadságot. Ebben a helyzetben van szerkesztő kollégánk is, akinek édesanyját koronavírussal diagnosztizálták, ő pedig családjával együtt karanténba vonult. Nem tesztelték őket, tehát nem tudják, hogy ők megfertőzöttek-e. Betegszabadság azonban nem jár nekik. Annyi választ kaptunk, hogy várni kell, amíg nem lesz törvény, addig semmiféle papírt, hogy igazolást nem tud nekünk adni. Úgyhogy most az van, hogy igazából itthon vagyunk, és telnek a napjaink üresbe. Tehát nem tudja senki igazolni, hogy mi itthon vagyunk karanténban. Hozzátette, ő szerencsés helyzetben van, ugyanis munkáját otthonról is tudja végezni, de családtagjai nem tudnak bejárni dolgozni, munkájuk nem végezhető otthonról. Ráadásul azt a tájékoztatást kapták, hogy amennyiben el is fogadják a karanténtörvényt, visszamenőleg valószínűleg nem tudnak betegszabadságot adni.